2007-ben ezen a területen komoly belvízi védekezést kellett végrehajtani. Akkor a kerteket és a házakat is veszélyeztette a belvíz. Néhány évvel ezelőtt az esőzések hatására újra állt a víz a város szélén, azon a területen, melyet a település bővítésére szánt bátaszék, hiszen ez az a része a városnak, ahol közművesített területek vannak még az építkezni vágyók számára. 2007-ben szenvedte el a város, akkor gyakorlatilag ez a terület víz alá került szinte, nem azt mondom, hogy teljes egészében, de nagyon, nagyon nagy mértékben. Akkor már elkezdtünk azon gondolkodni, hogy a városra bejövő vizeket nem a kövesdiárok, hanem még a várost megelőzően gyakorlatilag a hegy alatti övárokkal próbáljuk elvezetni. Hát akkor készültek is erre számítások, amelyek igen meredek számokat tartalmaztak. Egyelőre ez a koncepció még a fiókban van. Nekünk per pillanat azt kell megoldani, hogy a jelen helyzetben olyan állapotban tartani a vízelvezető árkainkat, amelyek megakadályozhatják vagy segíthetik ezeknek a vizeknek a levezetését. A város csapadék vízelvezető rendszerének fő ütőerét a területen futó kövesdiárok biztosítja, melynek folyamatos karbantartása biztosítja a belvízvédelem alapját. A kövesdiárok az egyik olyan vízgyűjtő árkunk, amely megvédi a településünket, elsősorban a település külterületéről befolyó vizek ellen, ezért nem volt tovább halasztható az a feladat, hogy ennek az ároknak a mederkotrását elvégezzük. A költségvetés tervezésekor erre egy keretösszeget be is állítottunk, és az ajánlatkérések során úgy tűnt, hogy ennél úgy terveztük, hogy sokkal hosszabb kilométerben fogunk eleget tenni ennek a kötelezettségünknek, de most egyelőre a kövesdiároknak mintegy 2,3 km szakaszát tudjuk kotorni. Ez alapvetően a M6-os gyorsforgalmi úttól az 56-os útig terjedő szakasz. Egy másik szakaszát is terveztük volna idén, ez úgynevezett zentai árnak a kotrását. Erre egyelőre a költségvetésben nincs lehetőség, de szeretnénk majd 2021-ben ezt folytatni. A kotrás közben a környezetvédelmi szabályok betartására is ügyeltek. A kitermelt föld mennyisége mezőgazdasági területekre került további hasznosításra. A kivitelezés során igyekeztünk arra, hogy lehetőség szerint úgy végezzük ezt a munkafolyamatot, hogy bár önkormányzati területen fogjuk elhelyezni a kitermelt iszapot, de mivel mezőgazdasági művelésben is részt vesz, lehetőség szerint ne okozzunk mezőgazdasági kárt, illetve azokon a szakaszokon, ahol nem megoldható, hogy közvetlenül az árok mellett helyezzük el, ott az elszállításra is gondoskodunk. Ez ebben a költségvetési évben maga a mederkotrási feladat az mintegy 4 millió forintot fog majd felemészteni, és a szállítási költségek lesznek még pluszban, ami várhatóan 5-600 ezer forintot fog még igénybe venni. Alapvetően a befogadó szakasz mederkotrása készül el, így a tény, hogy nem teljes hosszában tisztul meg az árokrendszer, nem veszélyezteti a belvízi védekezés hatékonyságát. Alapvetően a befogadó szakaszt tudjuk itt mederkotrással elvégezni. A befogadóra érkező oldalág lett volna egy másik, illetve fog megtörténni majd egy másik ütemben. Ha befogadóval végzünk, azt gondolom, hogy ezzel biztonságosabbá tudjuk tenni elsősorban azoknak a villámvizeknek a levezetését, amely egyre gyakrabban előfordul térségünkben. Bárhogy lekopogjuk, utoljára 2010-ben kellett komoly védekezési munkát elvégezni többek között ezen a szakaszon. Hát reményeink szerint ezzel megelőzzük a villámvizeknek a lefolyását. Annak az övároknak, amely a védekezés hatékonyságát növelni, és ezzel a teljes biztonságot jelenteni, saját forrásból Bátaszék nem tudja kialakítani. Bozsolik Róbert polgármester azt mondja, ezt a tervet a vízügyi szakemberek bevonásával kell véglegesíteni, de a beruházás jelentős állami támogatás nélkül nem valósítható meg.